Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a kivetésnél megtekintjük azt, hogy mi várható rád augusztus hónapban. Az első képeknek mindig van egy fontos jelentősége. Itt felül bal oldalon a felhő látható. Az azt jelenti, jelenleg beborult valami, tehát bizonyos dolgok most átláthatatlanok számodra. De szerencsére lesz itt egy változás, erre utalnak a gólyák, és ez a virág jelenti a szépséget, a tisztaságot, tehát itt kitisztul valami. És melyik életterületen van ez a felhő? Ezt mutatja itt ez a ház. A háznál az otthonodról van szó, vagy a szomszédokról, a szülői házról, a családról, és itt még vannak titkok, ami átláthatatlan. Viszont hamarosan rendeződik itt minden, hiszen ennek a növénynek van egy tisztító hatása. A gólyák jelentik a költözést is, tehát ha te ezt tervezed, hogy szeretnél elköltözni, elhagyni ezt a házat, és itt lenne egy változás, akkor szerintem ez túl korai, mert még minden olyan átláthatatlan, és itt vannak a titkok is, jelzi ez a könyv. A felhő az egy időkártya, és fél évet jelent. Gondolj vissza arra, mi történt fél évvel ezelőtt a környezetedben, milyen titkok voltak itt. Az most kiderül, és ezek lesznek most a változások. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a kártya képen, és a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra, és itt megjelenik a nagy szerelmed és az utak. Amikor a sors utak így kereszteződnek, azon kívül ez a kártya jelenthet változásokat, egy új irányt, és itt tisztázódik valami. Ez nem csak a te gondolataidat illeti, hanem az ő gondolatait is. Most megtekintjük a te lelki társadat. Ő összefüggésben áll ezzel a könyvvel, tehát nagyon zárkózott, emiatt még minden olyan átláthatatlan, és alatta van ez a nagy medve, de nehézségekkel, tehát most olyan erőtlennek érzi magát. De ő elfordul a problémák felől, amit ez a torony jelent, amikor fogva érzi magát, és félelmei vannak. Ez a torony jelenthet egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet is. Itt vannak hamisságok, hazugságok a háttérben. De ő elfordul ettől a toronytól, elfordul a hamisságoktól is. És lesz egy új irány, ebbe az irányba tekint ő, és ebbe az irányba tekintesz te is. Itt szerelemről van szó. Szerelem kettőtök között. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Ez, amit ő tervez, hiszen ide tekint ebbe az irányba. Itt szerelemről és egy kellemes meglepetésről van szó. Ez szerencsét hoz neked 4 héten belül. Itt lesznek újdonságok, vagy egy új kezdet. Erre utal ez a kisfiú. Holott jelenthet gyermekeket is, ami téged boldoggá tesz, számodra erőt ad. Ami még fontos, ez a kereszt utal kármikus témákra, a sors útra, amikor sors utak kereszteződnek, vagy te vagy itt ennél a kereszteződésnél, és döntéseket szeretnél hozni,
milyen irányba, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, de nincs meg most az erőd ahhoz, hogy ezt megted, ezeket a döntéseket, ezt jelenti a róka. Tehát ez egy rossz időpont lenne, ilyen fontos döntéseket hozni, valamit változtatni a sors utadon. Ha így tervezed, akkor vágd el ezzel a sarlóval, és bízz abban, hogy minden úgy magától kialakul. Mi várható még? Itt van egy levél külföldről, hiszen a hajó utazásokat, külföldi kapcsolatokat jelenthet. Ez lehet egy régi ismerős is. Ez a kígyó jelenti a gyógyító erőt. Ez lehet a hivatásod, de azt is jelentheti, hogy valahogy javulnak a dolgok nálad, benne vagy ezekben a változásokban. És mindaz, ami fájt a múltban, hiszen ezt jelenti ez az ostor, azt ki tudod söpörni az életedből, a kasza segít ezt elvágni, és itt vannak az egerek is. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és akkor az nincs ott. Tehát ezek a fájdalmas emlékek elmúlnak. Néha előfordul az, hogy úgy gondolod, most minden megállt, nem történik semmi. Erre utal ez a koporsó. Akkor az egerek segítenek abban ezt eltávolítani. Itt ez a kígyó nem csak a gyógyító erőt jelenti, hanem lehet egy hölgy is, és ezek a beszélgetések, hiszen a madarak kommunikációt jelentenek, segít neked, és akkor lesz itt egy új irány, mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya jelenthet sportot vagy autót is. Tehát itt van egy segítség. Ha a párkapcsolatról van szó, és a kígyó az ő volt társnőjét jelenti, akkor látható az, hogy a kígyó jobbra tekint, a lelki társad balra tekint, nem néznek össze, nincs köztük kapcsolat. És ezt jelenti a gyűrű is. A kapcsolat, vagy egy hír, egy levél, ez le van zárva, mert erre utal ez a koporsó, és kettőtök között kialakul ez a lelki út, hiszen ez az utazás jelenthet egy belső utat is, egy lelki kapcsolatot mély érzelmekkel. Ahol még mozgás lesz, azt mutatják a halak, és utalnak az anyagiakra. Légy magabiztos, mert pénz jön a házhoz, és a hold azt jelenti, te ezt megkapod. Az lehet, hogy itt hivatalos dolgok vannak, itt voltak hamisságok, vagy rosszul számítottak ki valamit, és te visszakapod ezt a pénzt. Ez a kép, a horgony, azt jelenti, hogy kell számodra egy hely, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok horgonyozni. Az lehet a párkapcsolat, a hivatásod, a család, vagy egy bizonyos hely, ami erőt ad számodra. És te megtalálod ezt a helyet. A csillagok utalnak az időpontra is. Megfelelő időpontban a megfelelő helyen lenni, és ez pontosan augusztus hónapot jelenti. Amit a horgony még szimbolizál, az a te hivatásod, és mivel itt a csillagkép jelenik meg, és az asztrológiát jelent, az egy spirituális út, vagy egy ilyen energiai terület, ahol dolgozni tudsz. Itt megvan a gyógyító erő is. Itt jönnek a beszélgetések, előre mennek az események, itt kinyílik számodra egy új ajtó, ezek a lehetőségek,
jó anyagi körülmények és szerencse, siker ezt mutatja itt a nap. És most megtekintjük a heteket. Az első hét augusztus hónapban itt látható felül. Valami még átláthatatlan, ami a környezetedet vagy a családot illeti. De változnak az események, és kitisztul valami. Kapsz egy hírt külföldről, vagy vannak itt külföldi kapcsolatok. Az is lehet, hogy valaki a múltból visszatér hozzád, és jön egy hír. Amennyiben szerelmi dolgokról van szó, ő lezárja a volt kapcsolatát. Itt van gyógyító erő, és ez a park jelenti a természetet. Az lehet egy terület a hivatásodat illetően. Amit még ez a park jelent, ez a nyilvánosság, és ez a kígyó lehet egy hölgy, aki segít neked, és lesz köztetek kapcsolat, beszélgetések, és segít ezt a hegyet, a problémákat eltávolítani. A második hét augusztus hónapban itt látható a második sorban. Itt valaki titkol előled valamit, és ez a könyv jelenti az ő zárkozottságát is. Amit még ez a könyv jelent, a tudás, a tanulás, és itt fogsz döntéseket hozni, ez a fa utal a gyógyító erőre, tehát ez lehet egy terület, ami később a hivatásodat illeti. Mindaz, ami fájt, vagy azok, akik megsértettek téged, eltűnnek az életedből, mert a sarló és az egerek ezt eltávolítják. És ami még nehézséget okoz, azt meg lehet beszélni. A harmadik hét augusztus hónapban itt jelenik meg, a te lelki társad állít a középpontban, ő meglep téged, vagy megajándékoz, szerelemről van szó, ő szeret, tényleg, vannak még nehézségek, korlátozások, hivatalos ügyek, vagy egy bírósági ügy, de ő ezt szeretné lezárni, nagyon sok hamisság volt a múltban, hazugságok, lopások, ilyenekről volt szó. Ami még történik, hogy javul az anyagi helyzet, itt kinyílik számodra egy új lehetőség, tudsz javítani valamit az anyagiakat illetően, a munkádat illetően. Az utolsó hét, augusztus hónapban itt jelenik meg, szerencséd lesz, lesz egy új kezdet, vagy újdonságok, persze az is lehet, hogy a gyermekek adnak számodra erőt. Fontos döntéseket nem kell még hozni, ez még korai, inkább őszre elhalasztani, ahol még változik valami, az a hivatásod. Itt látható a szerencse, ez egy spirituális terület, itt lesz mozgás, sikerek, baráti kapcsolatok, és javul az anyagi helyzet. Ez a havi jóslás egy általános jóslás volt, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen havi személyes jóslást, ugyanúgy, ahogy itt mutattam, a díjam 3500 forint. És én kívánok egy szép augusztus hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!